Sziasztok! Üdvözöllek titeket! Gyertek közben nyugodtan! Már nagy az izgalom, a divat bemutatómra készülünk. A 10 éves jubileumi divatgálára. Nagyon nagy az izgalom, mert a lányok is nagyon készülnek. Kész a haj, kész a smink, de most már az jönne, hogy a ruhát vegyük, úgyhogy húzzunk bele csajok szerintem, mert már várnak a vendégek minket. Ja Istenem, azt sem tudom, hogy hol vagyok. Nagy volt a sürgés forgás a kulisszák mögött. Varga Csaba designer számára ez a nap sokat jelent, és ezt a lányok is tudják. Bármennyire is izgatott volt, a bolondosztabász, ahogy utal magára a bemutató címében, az utolsó mozzanatig felügyelte, hogy minden rendben menjen, és segített a modelleknek a készülődésben. 3D-s csipkéből készült a legtöbb darab, ezeket mind külföldről is hoztuk, tehát Franciaországból, Spanyolból, és vannak helyi cégek is, akiktől sikerült egyedi anyagokat keríteni, viszont van olyan is köztük, ami viszont annyira egyedi, hogy a mintáját is én vágtam ki, egyesével lett felaplikálva a ruhákra, és nincs két egyforma darab, úgyhogy mindegyik egyedinek számít és különlegesnek. Csaba célja az volt, hogy ne hivatásos modellek mutassák be a ruháit. Egy casting során választotta ki a jelentkezők közül azokat, akik valamilyen módon megismerték. A lányokat egyéniség alapján választottam, tehát itt nagyon számított az, hogy a lányoknak milyen a kisugárzásuk. Tehát, hogyha már egy pillantás, egy szó, egy lépés, tehát, hogy nem mindegy, hogy kiveszi fel a ruhát, és hogy mutatja be a kifutón. Hétköznapokra, koktélpartihoz, vagy akár esküvőre. Mindenféle darabot találunk a ruhák között. A lányok nagy izgalommal készültek az utolsó pillanatig. Most épp az utolsó simításokat végzik a sminkemen, nem sokára kezdődik a divat bemutató, már nagyon izgatott vagyok. Végre elérkezett a várva várt pillanat. Kezdetét vette a jubileumi divatgála. Rá sem lehetett ismerni a Debreceni Szakképzési Centrum könnyűipari szakközépiskolájának tornatermére. Itt kezdődött minden. Csaba ugyanis itt végzett. Az este előkészítése rengeteg munkával járt. A bemutatót táncos produkciók színesítették. Ezek a darabok már a 2019-es modellek. A jövő évi kollekcióban úgy tervezi, a virágok dominálnak. De fontos az is, hogy kombinálhatóak legyenek a darabok. Többször járt már külföldön. Mostani kollekciójában is közrejátszottak a Majorkán vagy Franciaországban szerzett élményei. Külföldön is a tengerpart vonala mentén sétálva, a naplementébe, a színek, a hangok, minden megfogja olyankor az embert. Már csak azért is, mert hogy a határon kívül vagyok, tehát mások az emberek, a ritmusuk, tehát a hétköznapokban is, ahogy az emberek viselkednek, és az ő kultúrájuk, a viselési kultúrájuk is teljesen más, és ebből is lehetett meríteni. Tehát három ország ihlette a kollekciót, Franciaország, Spanyolország és Magyarország. Csipkét, tűlöket, szatint, különféle nemes anyagokat használt. Elsősorban a puha és elegáns színeket részesítette előnyben, de akadt egy-két kirívó darab is. Összesen 27 ruha készült el a bemutatóra. Minden darab személyre szabott és egyedi. Ezt a gyönyörűséges ruhát fogom ma este viselni. Fantasztikus élmény, hiszen Csaba mindig az egyéniségemnek megfelelő ruhát tervezi, és hihetetlen, hogy micsoda fantasztikus ruhákat álmod meg, és azt meg is tudja valósítani. És íme az este fénypontja az volt, amikor ebben a ruhakölteményben vonult végig a modell a kifutón. Ditta egészen Svájcból utazott idáig, hogy részt vehessen ezen a gálán. A közönség folyamatosan fotózta a ruhákat, és a bemutató végén tapsvihar tört ki. A siker nem maradt el. Csaba álma valóra vált, és ahogy ő fogalmazott, ebben az estében az elmúlt 10 év érzelmei benne vannak. Álmok, gyötrelmek, fájdalmak, és ami a legfontosabb, boldogság. Ez egy beteljesült álom. Tehát ettől fentebb számomra én úgy érzem, hogy nincs, és nem is szeretném, hogy legyen. Tehát 10 év alatt sikerült elérnem úgymond minden álmomat, és ez lenne a pont az ire, a nagy i betűre.